Önök szerint hányszor szerepel Herman Otto életrajzában a kompromisszum szó? A mi kutatásaink szerint egyszer sem. A konfliktus, a vita és az elf szavak viszont annál gyakrabban. A következő történetből talán kiderül, hogy miért. Két krajcár. Kolozsváron Herman Otto végre azzal foglalkozott, amivel mindig is szeretett volna. És anyagi gondjai sem voltak. Elismerték az erdőn szerzett tudományát, és újságíróként is dolgozhatott. De nem számított semmi. Sem a nehezen megszerzett biztonság, sem a barátok, ha az elveiről volt szó. A csípős nyelvű Herman Otto ugyanis finoman szólva sem volt konfliktuskerülő. Viták, sajtóperek követték megjelent írásait. Végül, mikor lapja megalkuvóan leközölte egy elvi ellenfelének kortes beszédét, betelt a pohár. Másnap meg is jelent a nyilatkozat. Megszűntem el lap munkatársa lenni. Vette a puskáját, a karbonári kalapját, hívta a kutyáját, és elindult világgá. Két barátja nyomban utána eredt, a temetőnél érték utol. Próbálták a felindult cimborát maradásra bírni, nem tágítottak. A határban a hármas csárdánál az elszánt Herman Otto megelégelte a kérlelést. Fiúk, vegyünk még egyszer búcsút egymástól. Tovább úgy sem engedem, hogy kövessetek. A búcsú lakom a három szíverősítő és három Virginia után, amikor kiegyenlítette a számlát, 22 krajcár maradt Herman Otto zsebében. Hiába volt hát minden. A biztonságot, otthont, barátokat el lehetett hagyni. De a szívében lakozó elveket semmi áron.